egészségükre. Nem mondhatják, hogy ma nem törődtünk az önök egészségével, és ami most lesz, az is egy nagyon fontos és hasznos dolog, mert meg kell mondjam, hogy rengeteg telefont kaptunk, e-mailt kaptunk, gondolom majd Tibor is elmondja az ő saját tapasztalatait, de én még ennyiszer nem mondtam azt, hogy jaj, már megint nem tudtam belekezdeni egy munkába, mert csörgött a telefon, és önök kérdeztek, és ez azért olyan boldoggá tesz. Na de hát akkor kérdezzük meg Éliás Tibor természetgyógyászt, hogy vajon nála az elmúlt 2-3 adás hogy csapódott le, mit szóltak az emberek? Nagyon boldog vagyok, meg kell, hogy mondjam, mert most érzem azt, hogy ez most nagyképű lesz, amit mondok, de őszinte vagyok a családommal, ne legyek őszinte, hogy most érzem igazán, hogy szükség van a természetgyógyászatra, szükség van arra, hogy őszintén beszéljünk arról, amiről nem mindig lehet őszintén beszélni, és látom, érzem, tapasztalom, hogy hisznek nekem. Én 15 éve vagyok itt a televízióban, 6-os csatornán, Glória műsorában, és nagyon komolyan mondom, hogy én nem dumálok, hanem őszintén mondom, önök az én családom. Se apukám, se anyukám már szegények nincsenek, viszont nagyon sok anyukám, apukám van, akinek segíthetek, és ezt nagyon köszönöm, hogy bíznak bennem, és ezt az én bizalmammal és az én szeretetemmel szeretném viszonozni. Ez olyan kedves, még remélem, hogy sokáig. Hogy el tud érzékenyülni ezek az igazi szívbéli emberek. Tibor, mivel annyi kérdés érkezett még, mi lenne, ha tartanánk egy pici összefoglalót az apiterápia különböző dolgaival? Én már komolyan mondom, azon gondolkodom, hogy kellene csinálni újra olyan találkozót Budapesten vagy nagyobb városokban, ahol 2-3 órát is akár beszélhetek ezekről a dolgokról, mert ahol ez megtörtént, zsúfolt telt házak voltak. Tehát a méhkaptár termékei a legesleg csúcsán vannak az élet fenntartásának. Kezdve a mézzel, amiről azért nem beszéltünk, mert az annyira evidens, hogy a mézet kell fogyasztani. Nyilván, hogy akár főzéshez, tejához, kávéhoz, bármihoz, vagy csak úgy magába mézet szopogatni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ha valaki akár elhízott, akár túl sovány, a mézhez folyamodjon, azok között is vannak fajta mézek, van, ami egyszerűen lugosítja a szervezetünket, van, ami különböző hatóanyag tartalmánál fogva más területre jó, de erre ne beszéljünk, mert sokkal fontosabb nekünk a pollen, a propolisz és a méhpempő ebben a sorrendben. A pollenről csak emlékeztetőül, hogy a virágnak a pollenjét gyűjtik össze a méhecskék a szedőlábukon és a hónuk alatt ilyen kis galacsinokat visznek be a kaptárba, ezeket raktározzák el saját maguknak télire, és érdekes módon, amikor begyűjtik, akkor a garatjukkal szedik össze, és ott a pollenből egy speciális módszer szerint hosszú alakul ki a méhpempő. Tehát a pollenből és egyéb anyagokból készül a méhpempő, ami viszont a szervezetünk teljes egészében nagyon jó szolgálatot tesz, elsősorban az idegrendszer, a depresszió, az alvászavar, még a memóriát is befolyásol bizonyos tekintetben, de oda mellé azért adnék olyat is, ami igazán nem engedi sem a időskori demencia, vagy fiatalkori demencia, ilyen is van, sem a elbutulás súlyosabb változatait megvalósulni, sőt, orvosi tapasztalatok vannak most már az én praxisomban, hogy hány ember, hány idős asszony, férfi jött ki az elfekvőből, mert ezzel a módszerrel a Parkinsonból hoztuk ki. Szóval kérem, higgyék már el, hogy ami a természetben elromolhat, arra a természetnek van gyógyírja, csak tudni kell miből, mit, mennyit, mikor, hogyan, miért, és ez tudható. És mi is a természet részei vagyunk, tehát ezekkel kellene nekünk gyakorlatot végezni, és nem a vegyszerekkel. A harmadik ilyen nagyon fontos dolog, és egyre fontosabbakról beszélek, a propoliszt, amely sokféle módon kerül forgalomba. Én volt szerencsém megismerni már 25 évvel ezelőtt a legjobb minőségű propoliszt.
nem mondom most, mert mondhatnám az kémiai összetevőit is, de most mit kezdenek vele? Akik használják, tudják, akik nem, azok majd előbb-utóbb megtudják, hogy mennyire fontos ebben az esetben, hogy a legjobbat válasszuk, mert ha nem a legjobbat válasszuk, akkor magunkat csapjuk be. Megvan egy ilyen mondás, hogy olcsó húsnak híg a leve. A negyedik pedig a mépempő, ami tényleg a koronázott királya a természetnek és a természetgyógyászatnak is, hiszen olyan anyagok vannak benne, ami a szervezetünk teljes egészébe, tehát ha a mépempőt eszi a királynő egész életébe, és 15-25-ször hosszabb időt él, mint egy dolgozó méh, akkor képzeljék el, hogy mi, hogyha minden nap csak háromszor egyet elszobogatnánk, nem fogjuk érezni rögtön a hatását, de nézzenek rám, kívül belül nem érzem magam 70 évesnek, és ha nagyképűnek tűnik, de tényleg 40-nek, hiszen annyi mindent csinálok, és annyiféle teher van a hátamon, agyamban, testemen, mindenhol, miközben a közlekedési baleset, ami történt velem 2 hónappal ezelőtt, iszonyatos fájdalmat csinál, és ezeket nem a fegyszerekkel szüntetem, hanem a természet erejével, a méhméreggel és egyebekkel. Drágáim, kedves barátaim, kedves rokonaim, ébredjünk fel vissza Rousseauval a természethez. Jó, most már eleget 72-tél. Majd csak fogok. És akkor egyrészt azt ígértük, hogy a sebkezelésről, a mi módszereinkkel tartasz egy kis rövid bemutatót. Hát ez azért nagyon fontos, mert elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg érintve érzi magát. Senki se úgy született, hogy mindent tudjon, én se. Én is az idők folyamán tapasztaltam meg azt, hogy a sebkezelés milyen fantasztikusan nehéz dolog, és mennyire egyszerű. Akkor nehéz, hogyha elrontjuk, hiszen akár a kórházban, akár otthon, akár egy hivatásos nővérkel jön ki, és azt végzi el, sajnos előfordul, 25 év alatt nagyon sok ilyet tapasztaltam, hogy nagyon rosszul használják a sebkötözés módszerét. Nem kell kötözni a sebet, persze nem avatkozok bele sem az orvosok, sem a ápolók munkájába, én csak elmondom azt a variációt, amit én megtanultam nagyszerű természetgyógyász tanáraimtól, olyanoktól, akik orvosok és természetgyógyászok. Őtőlük azt tanultam, hogy a sebet sohasem szabad szorosan bekötözni, mert a fejlődő sejtek, amik a seb tetején és elsősorban először körül, aztán egyre jobban beljebb, alakulnak ki, és ezekből a juvenális sejtekből lesz végül is az új bőr. Ez van, amikor 1-2 nap, mármint a kezdemény, van, amikor 2-3 hétig is eltart, de van, ahol szinte soha nem fog begyógyulni a seb. Mit gondolnak, miért? Mert kötözik. Nem kötözni kell, hanem lágyan, tiszta mulpóját vagy kötöző gészt használunk, de nem nyomjuk rá sem a krémre, pláne nem a sebre. A sebet mindenek előtt, ha olyan módon szereztük, hogy mit tudom én, úton vagy útfélen közlekedési, vagy bármi, először is fertőtleníteni kell. Lemosni, hogyha nagyon vérzik, és nyugtató környezetet lefejteni róla, leszedni a vért, de nem a sebből, mert abban nem nyúlunk bele sohasem, hanem bővízzel. És a környezetet pedig felszedjük a vért, hogy lassan elmúlik. Más a helyzet, hogyha olyan vérzés van, ami spriccel vagy egyebek, ott igazán csak az orvos, addig ön annyit tehet, hogy elszorítja azt a vénát, illetve ereket, hogy el ne vérezzen, és minden esetben mentőt kell hívni azonnal. El kell mondani a ügyeleten, hogy súlyos vérzés van, és akkor gyorsan ki fognak jönni. Na most én a kisebb esetekről beszélek, mert az, amiről most beszéltem, ez az orvos, a baleseti sebésznek a munkája. Ami a mi munkánk, az otthoni kisebb-nagyobb balesetek, vérzés, égés, vágás, horzsolás, elvágtam az ujjam a hagyma szeleteléskor, lehorzsoltam a térdemet, a gyerek, stb. Ebben az esetben is az első az, hogy ugye tisztítjuk a sebfelületet és környékét, utána a spriccnit elővesszük,
és kérem az én családtagjaimat, hogy legyen otthon a családban legalább egy spricni, és ilyen kis flakonokban mindenkinek a zsebébe, táskába, autó kesztyűtartójába, garázsba, stb., mert mindenhol érhet baleset, és mindig akkor nincs kéznél, amikor kéne. De hoztam mutatni, hogy a propolis krémnek, mert ugye múltkor érintőlegesen beszéltem róla, van egy, szintén van egy kicsinyített változata, amelyet akár még zsebbe is lehet hordani, persze ne oda tegyék, mert azért meleget nem szereti, hanem ugyanúgy táskába, kesztyűtartóba és otthon is lehet, mert az könnyen föl lehet tépni. Azonnali kezelésre nagyon jó, hogyha nincs otthon a nagy propolis, illetve a spricni. Ezt is azután használjuk, hogy először az elsődleges tisztítás, utána egy kicsit megszárad, befújjuk a spricnivel, amely nagyon sok gyógynövény kivonatot tartalmaz, de nem csíp és semmi olyan problémát, semmivel nem vész össze. Amikor az elkezdett beszáradni, tehát már a bőr egyéb területet teljesen megszárad, hát a sebben ugye később fog megszáradni, de nem is baj, akkor a seb környékére kenjük a propolis krémet, tehát egészen a környékére, kivételes esetben lehet magára a sebre is, de én nekem az a mániám, hogy a seb gyógyulás kívülről menjen befelé, ne bentről kifelé, az nagyon nem szokott sikerülni. Na most jön az a bizonyos kötözés, minden esetben be kell fedni, akár otthon van, akár kórházban, akár kempingben, nem tudom, be kell fedni valamivel, hogy se szúnyog, se légy, semmi por ne menjen rá, de nem szorítom rá a sebre semmilyen körülmények között. Miért? Azért, mert hogyha ezt beszorított, rászorította, akkor elkezd gyógyulni az a seb, mert amikor bekente, befújta, stb. Nagyon-nagyon profi, de két nap múlva, hogyha újra kötözi, akkor leszedi a gészt, mondjuk, és az le fogja venni ezeket az úgynevezett juvenális sejteket, tehát azokat, amik a bőrképzésnek az első... Tehát ami addig gyógyult, azt rögtön le is szedjük. És ez nem csak, hogy nagyon kellemetlen és fájdalmas, hanem teljesen indokolatlan, hiszen soha nem fog akkor így begyógyulni. Mm. És hát vannak ilyenek, akikkel így kellett megismerkednem, hogy elmentem hozzájuk, és én kötöztem be, mert nem, tehát meg kell tanítani az embereknek, ezt kellene az általános iskolában megtanítani. Akkor viszont még ígértünk egy kis bőrápolást, és ami a furcsa, hogy én itt körülnéztem az asztalon, és zöld bogyót, ásványi bogyót, olyan furcsa dolgokat láttam, tehát most akkor az a kérdésünk, hogy ez hogy kapcsolódik a bőrápoláshoz? Úgy, hogy a bőrünk is hihetetlenül szereti azt, hogyha megkapja azt, ami szükséges neki. Nem azért, mert luxus, hanem azért, mert nélküle nem tud minőségi bőr képződni, és az nagyon nagy baj, nem csak nem szép, hanem nagyon nagy baj is, hogyha ezek a úgynevezett pergamentbőr alakul ki különösen időskorban, vagy túl száraz, vagy túl zsíros, és a többi, és a többi. Tehát az optimális bőrre kell törekednünk. Ehhez viszont ásványanyagokra és egyéb anyagokra van szükségünk. Például hát mondtad először, hogy kerül ide a zöld kapszula. Igen. Hát úgy, hogy ebben olyan anyagok vannak elsősorban, sok minden, de például a klorofil és olyan növényi eredetű anyagok, amiket a szervezetünk sajnos a mai világban nem kap meg eleget. Még a vegetariánusok hagyján, de azok, akik városban laknak. Persze mondom azt, hogy én most Kunszent Miklóson élek egy nagy részt a tanya környékén, és látom, hogy nem termelnek az emberek elég saját célra, pedig amit otthon termelünk meg, abban biztos lehet, hogy abban sokkal jobban benne vannak azok az anyagok, hogy a bőrnek, a szemnek és az egész testnek nagyon fontos. Tehát igenis, hogy szükségünk van minden nap a zöld anyagokra, és ebben 8 olyan zöld anyag van benne, amitől tényleg nagyon-nagyon jól fog a szervezetünk élni. A másik pedig az ásványi anyagok, ami, azt már mondom se kell, hogy a kálcium, magnézium, szelén, cink, és az összes többi, Mendelejev táblázatban lévő összes többi, nagyon kell. Nyilván, hogy kálciumból, magnéziumból, D3 vitaminból sokkal több kell, mint mondjuk a mangánból, vagy a
nem tudom, bármi alap... Csak, hogy eddig ezeket másra ajánlottuk, hogy igen, kapcsolódik a bőr. A csonthoz, mert a csonthoz is és a bőrhöz is kapcsolódik, azért, mert mind a kettőbennek szüksége van rá. Most ugye nem bánjuk azt, hogyha a csontunk és a bőrünk barátian elosztják maguk között, hogy kinek mire van szüksége, de ha nem kínáljuk fel neki, vagyis hogyha nem fogyasztjuk, akkor sajnos ez elmarad. És még egy gondolat, május van, lassan már jönnek a zöld növények, de mikor lesz az, amikor visszapótoljuk az elmúlt ősz, tél, tavasz hiányát? Na most ebből a zöld kapszulából igen, a csont pedig nincs, szerintem ugye októberben van az oszteoporózis napja, akkor hallottam, hogy Magyarország a legcsont hiányosabb, nem így fogalmazták, tehát a csontnak szükséges anyagból nagyon nagy hiányunk van, és ne csodálkozunk, ha ütre-hatra törik a csont, és azt viszont nagyon meg fogjuk sínyleni. Hát köszönjük szépen, Tibor, és önöknek csak azt tudom mondani, ha nem akarnak húzódó, száraz, repedezett, vagy éppen pattanásos, vagy kipirosodott bőrt, akkor gondoljanak arra, hogy nem elég a tisztálkodás, nem elég a különböző krémek, hanem nagyon fontos, hogy vigyék be mindazt az ásványi anyagot, klorofilt, és ami csak szüksége lehet a bőrnek, hívják bátran Tibort, biztos, hogy minden problémára tud valamilyen tanácsot, megoldást mondani. Igen, ki kell várni, hogy éppen elkapják, de azt hiszem az a kis áldozat megéri, hogy aztán személyesen tudnak vele beszélni. Úgy is érzik már, hogy ennek a mai adásnak vége, de aki lemaradt valamiről, annak ott vannak az ismétlések csütörtökön hajnali 3:30-kor, majd csütörtökön kora délután 13:30-kor üljenek oda, nézzenek meg minket, de megtehetik ezt szombaton 18 órakor, vagy még vasárnap reggel 8 órakor is. Nézzenek körül a weboldalunkon www.teagloriaval.hu, illetve barangoljanak a Facebook oldalunkon, a műsor címét kell beírni a keresőbe, vagy pedig hívják a műsor állandó telefonszámát 0629 340 330. Reggel 9-től este 9-ig lehet hívni, igyekszem fölvenni, vagy esetleg éppen vissza is hívni önöket. Kívánok önöknek nagyon szép hetet, ne felejtsék el, amit Tiborral ma is tanácsoltunk önöknek, a többit megnézhetik az archívumunkban, a YouTube-on, csak írják be, hogy Te a Glóriával, Éliás Tibor, és amivel búcsúzni szoktunk, éljenek egészségesen.